Köszönöm, polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a sajtó munkatársait is, elnézést kérünk a pici késésért, viszont ígérem, hogy rövid leszek, és inkább esetleg, ha van igény, akkor egyedi interjúkra adok lehetőséget, hogy nagyon sokat ne várjanak majd. Az eddigi tapasztalatunk az, hogy ez a hetedik állomása is egyben utolsó állomása ennek az úgynevezett roadshow-nak, vagy inkább úgy mondom, hogy országjárásnak, ahol azt vállaltuk a kamarával közösen, hogy kihasználva a téli szünetet, amikor nincs annyi dolog a gazdáknak, akkor tájékoztatást adunk arról, hogy mi a helyzet az elnök úr a kamarai dolgokról, én pedig azt vállaltam, hogy az uniós közös agrárpolitika aktuális dolgairól tartok előadást, ezen belül is ugye a 14-20-as időszak közvetlen támogatási részéről, ahol már elég sok mindent tudunk és elég sok mindent látunk. Tehát Zalaegerszeg, Nagykáta, Pécs, Miskolc, Tata és Szeged után most itt Hajdúböszörményben fogunk találkozni a környékbeli, illetve a helyi gazdálkodókkal. Az én előadásom, ami egyébként elég hosszúra szokott sikerülni, ezt most nem ijeszgetésképpen mondta, annyi a mondani való, hogy körülbelül egy órába fér bele. Most nagyon röviden tényleg csak néhány dolgot emelnék ki. Három része van az előadásomnak, a tájékoztatómnak. Az első részben az agrárgazdaság jelenlegi helyzetéről szeretnék tájékoztatást adni. Egyébként jó híreim vannak, jó híreim lesznek, hiszen a magyar mezőgazdaság jobban teljesít, és ez azért jó hír, mert Magyarország végülis alapvetően egy mezőgazdasági ország. Ezeket néhány makrogazdasági számmal alá is fogom támasztani. Itt most csak egyet emelnék ki, a GDP-hez, a bruttó nemzeti termékhez való hozzájárulás az ágazatnak 2013-ban várhatóan kimondottan jó lesz. Ugye azt már tudjuk, hogy nemzetgazdasági szinten növekedés van, 1,1%, ezt most már a különböző pénzügyi elemzők is elismerik. A mezőgazdaság tekintetében még csak az első háromnegyed éves számok állnak rendelkezésre, de ez alapján mondhatom, hogy 22%-os növekedés van az előző év ugyanezen időszakot, tehát az első háromnegyed éves időszakot, hogyha ezt hasonlítjuk. Tehát nem tűnik nagy kockázatnak, hogyha kijelentem, hogy a 13 évi nemzetgazdasági növekedésben a mezőgazdaság növekedése az döntő szerepet játszik. Az előadásom második részében a 2014-es évről, tehát az idei évről fogok beszélni, hogy milyen szabályozás várható a közvetlen támogatások tekintetében. Nagyon röviden, ugyanaz a feltételrendszer marad meg, mint 2013-ban, annak ellenére, hogy a 14-es év, az az első éve már az új 7 éves pénzügyi időszaknak. Az az oka, hogy ugyanazon szabályok maradnak meg, nem készültek el Brüsszelben a végrehajtási jogszabályok, ezért az idei év az átmeneti év. Én ezt a nagy bajnak, problémának nem tartom, így legalább egy évvel több időnk lesz a fölkészülésre, majd a tényleges új rendszer bevezetésére, megismerésére, ami 15-től 21-ig fog majd működni. Erről is részletesen fogok majd szólni, hogy milyen új elemek várhatók. Abba a kormány már döntött, hogy az alaptámogatás tekintetében az úgynevezett egyszerűsített területalapú támogatás, vagyis a SZAPSZ meg fog maradni majd, és bejönnek az új elemek, amelynek egy része kötelező, ilyen például a zöldítés, ilyen például a fiatal gazdák közvetlen támogatási lehetősége, illetve több olyan elem is lesz itt Magyarországon, bevezetésre fog kerülni, amely önkéntes, tehát Magyarország fog úgy dönteni, hogy bevezeti. Ezek közül szeretnénk kiemelni a termeléshez kötött támogatások lehetőségét, amivel élni fogunk majd. Méghozzá ez 13-22%-a lesz a közvetlen borítékunknak. A plusz 2% az a fehérje növények támogathatóságát jelenti termeléshez kötötten. Ez jó hír úgy gondolom a gazdálkodóknak, hiszen a magyar gazdák szeretik a termeléshez kötött támogatásokat, szemben a különböző bázis elven működő vagy referencia éveken alapuló támogatásokkal. További önkéntes elem lesz, de Magyarország szintén élni fog vele, a kisgazdaságok egyszerűsített általány támogatása, amiről szintén részletesen fogok szólni. Minden sajtótájékoztatón egy-egy témát kiemelek, most is szeretném kiemelni az úgynevezett degresszivitás
vagy capping, hogy továbbfokozzam az idegen szavakat. Ez azt jelenti, hogy bizonyos támogatási összeg fölött a támogatások egy része, jelen esetben 5%-a elvonásra kerül. Ez magyarul azt jelenti, hogy a nagy területeken, nagyüzemi gazdálkodóktól a támogatások egy részét el fogjuk vonni majd, és ezt a vidékfejlesztési források növelésére, innovációs célokra fogjuk felhasználni. Ez a támogatási alapösszeg a munkabérrel és a bérre jutó közterekkel korrigálható. Úgy kell megnézni, hogy a 150 ezer euró fölött van egy adott üzemnek a támogatási összege éves szinten. Igazából ez Magyarországon csak a nagyon nagy területen, és főleg, ahogy mondtam, szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó körülbelül 50-60 üzemet fog érinteni majd, de ez az összeg sem vészel a tagállam számára, hanem ahogy említettem, társfinanszírozás nélkül innovációs célokra, tehát ahogy tetszik, címkézette használható fel. Nagyon röviden ennyit szerettem volna elmondani. Én úgy gondolom, hogy a források tekintetében következő 7 évben a magyar gazdák, a magyar gazdálkodók jobban fognak járni, hiszen olyan pozíciót sikerült elérnünk, hogy az előző időszakhoz képest, a 2007-2013-as időszakhoz képest az új 7 évben 1,9 milliárd euróval, tehát durván mint egy 500 milliárd forinttal több forrás fog rendelkezésre állni, agrártámogatásokra és vidékfejlesztési támogatásokra mindösszesen. Köszönöm szépen a figyelmüket!